Jó. Ez volt, ez volt, ez volt, ez volt, ez volt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az egy ilyen statisztikás videó lesz. Ilyet csináltam már egyet tavaly is, mert tavaly évvégén utólag visszamenőleg. De igen, a 2020-as olvasásaimra visszamenőleg csináltam tavaly évvégén, tavaly előtt évvégén egy Excel táblázatot, amiben számomra ilyen releváns információkat összeírogattam a könyvekről, hogy így magamnak is lássam, és kicsit pontosabb legyen, mint mondjuk a Molyos vagy a Goodreads-es statisztikám. És ezt csináltam idén is, 2021-ben, meg fogom csinálni idén, 2022-ben is, ebben mindig belekavarodok ilyenkor. Úgyhogy erről fog szólni ez a mai videó, azaz a 2021-es olvasási statisztikáimról, hány könyvet, milyen hosszúakat, átlagok, ilyenek. És azért itt, mert itt be tudom dugni a laptopom, mert nem jó a zárójeles megjegyzés, de nem jó az aksi, tehát nem tudok oda költözni a polc elé, mert ott nem tudom bedugni, messze van a konnektor. Úgyhogy így fogjuk szépen átnézni, vagy hát én így átfogom, és próbálok valahogy úgy ülni, hogy de a szakirodalom, ami az ágyamon van szétszorul, nem látszik, szóval idebe fogom szépen vágni a dolgokat, hogy ti is lássátok, ezt meg lenémítom, mielőtt itt elkezd nekem zugolódni. Kezdjük a Molyos statisztikámmal. Molyon több dolog volt bejelölve, mint amit magamnak vezettem, ez annyit jelent csak igazából, hogy egy 4-5 szakirodalom könyvet, amit így kb. Végigolvastam, azt bevittem moly.hu-n is, már ha fönn volt, mert csak hogy számolja bele a Molyos statomba, ha már elolvastam, de így magamnak külön a szakirodalmat nem szoktam felírni, mert azt nem számítom olyan olvasásnak, arról videókban sem szoktam beszélni, de így azokkal együtt moly.hu-n kattog a székem is, mindegy. Szóval moly.hu-n 129 könyvet olvastam a statisztika szerint, ami 37.289 oldalt jelent. Igazából ennyi a Molyos statisztika. Goodreads-en szoktak lenni kicsit részletesebb dolgok, ami csak hogy összehasonlítási alap, de hogy ugye Molyon eleve több könyvben van fölvíve így a szakirodalmak miatt. Goodreads-en azt mondja, 122 könyvet olvastam, ami a valós szám szakirodalmak nélkül, ami Goodreads-en 34.036 oldal, ez szerintem kevesebb, mint amennyivel, igen, kevesebb, mint amennyivel én számoltam. Legrövidebb könyvem az ez a Some Days volt 24 oldallal, amely egy ilyen kb. Két mondatnyi szöveg van benne, argentin, nagyon rövid gyászfeldolgozós képregény. Az jó lett volna a könyvkempingre is. Igen, ez nagyon rövid volt, tehát ezt így nagyon nem is számoltam, se barangolásba, semmibe, mert tényleg nagyon rövid. A leghosszabb könyvem pedig, nem állítgattam kiadásokat, de elvileg az Irha és Bőr volt. 608 oldallal. Idén a Gyűrűk Ura lesz az 1700 oldalával. És a Goodreads-es átlag szerint 278 oldalas könyveket olvastam átlagban. Ami egyébként a lélektani határom a 300 oldalt. Illetve az átlagos értékelésem 3.9 csillag. Idén nagyon szigorúan csillagoztam egyébként. Főleg Goodreads-en, mert ott ugye nincsenek félcsillagok, és minden, aminek félcsillagot adtam, mindenhol lefele kerekítettem. Na akkor nézzük a saját statisztikámat, nyitom a kis Excel-emet. Még nem csináltam meg a diagramjaimat, úgyhogy nem azok alapján fogom nézegetni a dolgokat, de majd nektek bevágom a diagramokat, meg addigra meg is csinálom, csak közben szakdogát is írok, és az is diagramos, és... Hogyha nemek szerint nézzük, 86 könyvet, ugye 122 könyvet olvastam, ez volt a tavalyi könyvszámom, ez egy baromi nagy szám, sose olvastam ennyit, és részben azért ekkora ez a szám, mert nagyon sok rövidebb könyvet is olvastam, és képregényt is sokat olvastam, szóval ez is azért dobott rajta, de amúgy is nagyon sokat olvastam, és a hangos könyvek nagyon segítik ennek a számnak az emelkedését, mert ugye egy csomót utazok az egyetemre, meg vissza, és a busz nagyon ráz, nagyon rossz az út Szegedre, és lehetetlen szinte könyvet fizikálisan olvasni, főleg, hogyha ugye télen még korán is sötétedik, és sötét van, és nem akarom a szememet tönkretenni. Szóval a hangos könyvek akkor egy nagyon jó megoldás, és így viszonylag gyorsan pörögnek azok is. Ami így megdobta a számot. Idén nem tudom mennyi lesz, mert a könyvkemping alatt nagyon sokat olvastam már most is idén is, úgyhogy úgy tűnik most így megindultam olvasás terén.
De ja, úgyhogy 122 lett, amire én nagyon büszke vagyok, mert sose gondoltam volna, hogy ennyit el fogok olvasni egy év alatt, mert nekem az ilyen teljesíthetetlen számnak tűnt, de nem az, csak sok rövid könyvet kell olvasni igazából, ez a titka. Ebből a 122-ből 86 olyan kötet volt, amit nők írtak, 31, amit férfi, és 5 olyan könyv volt, ami vegyes. Adtam hozzá egy ilyen kategóriát is, mert kellett. Az átlagos oldalszámom a saját statisztikám szerint, ahol hát hangos könyveknél nehéz megállapítani, hogy az éppen hány oldalasat olvasnak föl, úgyhogy így próbáltam a leggyakoribb oldalszámot beírni a hangos könyveknél. Ez alapján 290 volt az átlagos oldalszámom, tehát egy icipicivel több. Ugye igen, mint Goodreads-em. Amúgy alapvetően a majos oldalszámokat vettem alapul. Jó, az összes oldalam egyébként itt 35.376 oldal, ami igen, kicsit kevesebb, mint a Mojos, de több, mint a Goodreads-es. Igen, egyébként van egy ilyenem, hogy átlagkönyv per év, és az jelenleg szerintem rosszul van beírva. Most 66. Nem húztam lejjebb a... Angol-magyar olvasási arány egyébként egész jó szerintem, mert majdnem 50-50. 70-52 az angol javára, tehát 70 angol könyvet olvastam, és 52 magyar nyelvűt. Amire nagyon hihetetlen módon büszke vagyok, az a nemzetiségek szerinti megoszlásom, mert nagyon sok nemzetiségtől sikerült idén olvasnom. Ez is egyébként a hangos könyveknek köszönhető. Ez mindenkit számolva 23 különböző nemzetiségen van beírva. Valaki mindkettőhöz tartozik, valaki csak egyhez, de ennyi különböző címke jelent meg nekem Mojon. És erre nagyon büszke vagyok, meg csináltam ezt a 21 nemzet, 21 szerző, 21 nemzet kihívást is, ami egészen olyan, mint az Európa, vagy a sajátjaim, tehát hogy minél több különböző nemzetiséget kell benne olvasni, csak hogy így annyit ahány az évszám vége. És ezt fogom szerintem csinálni idén is. Igen, és hát nyilván a legtöbb az amerikai volt, az szinte elkerülhetetlen, a második legtöbb a brit. De 9 magyar szerzőt is olvastam, egyébként az amerikai 56, a brit 21, a magyar 9, és Ausztrából még 5 van, és így ami egyébként az is jó, hogy így vannak olyanok, amikből több is volt, tehát például van 3 különböző német szerzőm, az tuti különböző is. Venezuelaiból 4 volt, de az 4 kötet, itt a köteteket számoltam, nem a szerzőket. Tehát a venezuelainál ott van, hogy 4, de az mind Tuiti Sutherlandet jelenti. De erre itt most nagyon büszke vagyok. Van egy ilyenem, hogy milyen típusban olvastam. Itt ugyan, hogy 41 puha táblás könyvet olvastam, 20 darab kemény táblásat, tehát 61 fizikai könyvet, 27 elkönyvet, és 34 hangos könyvet. Tehát mondom, nagyon sok hangos könyvet hallgattam. Idén megérte a Scribd-re előfizetnem. És nagyon sok e-könyvet olvastam onnan. Tehát nagyon sok képregény onnan olvastam e-könyv formában. Mert mint Scribd-en belül e-könyv. Aztán korosztály szerint, hát továbbra is a middle grade könyvek, tehát ez a nagyobb gyerek könyvek vannak legtöbben, 55-tel. Ifjúságiból olvastam 28-at, abból van most a legkevesebben. És 39 felnőtt korosztályos könyvem van, ami kicsit más témákban is olvasgattam. 80 darab olyan kötet volt ezek között a 122 könyvből, ami sorozatrész volt, és 42 volt csak, ami nem volt sorozatrész. És nagyon keveset olvastam újra, mert csupán 7 könyvet olvastam újra idén, és 115-öt nem olvastam újra. Hát műfajok szerint nyilván a legtöbben a fantasy volt, ezen senki nem lepődött meg szerintem. Amik még itt nagy számban vannak, az a kalandregény, de az totálisan a 39 kulcsnak köszönhető, mert az 11-2 könyv, és mindegyiknek kalandregény a besorolása. Romantikusból olvastam 12-t. Olvastam én ennyi romantikus könyvet? Igen, 15 darab volt, ami LMBTQ-s. Úgyhogy erre is büszke vagyok, mert ez azért egész sok könyv, így egy év alatt, ami LMBTQ, és 18 volt képregény. Ezt teljes mértékben ezt ire fogom fogni, hogy ennyi képregényt olvastam, és szeretnék még többet is egyébként. Egész sok klasszikusom is volt, krimim is, mennyi krimit olvastam? Úristen, ez az 5 erotikus, ez elborzasztó számít szerintem. A jövőre nem tervezek egyet se, és karácsonyiból is 6-ot. Hát a megjelenés éve szerint ott szerintem csak az, ami izgalmas, hogy
Nagyon sokat olvastam 2015-ös megjelenést, itt ugye az eredeti megjelenés számítom, tehát ahogy angolul vagy eredeti nyelven jelent meg, nem a magyar megjelenést. Viszont nagyon sok volt a 19-es és a 20-as megjelenéses olvasásom is, meg így igazából 2021 és 2010, hát olyan 2009-ig visszamenőleg meg is sokat olvastam mindenféle évjáratú könyvből. Na és nézzük az értékeléseket. A saját statisztikám szerint nem 3.9 az átlagos értékelésem, hanem 4,5 század. Úgy, igen, nem tized. Ez azt jelenti, hogy volt 23 darab 5 csillagra értékelt könyv. Ilyen sok könyve volt 5 csillagos. Ez hirtelen soknak tűnik, de én elhiszem, mert biztos jól van levezetve a táblázatban. 4,5 csillagosból volt 20 darab, idén is a legtöbb 4 csillagosból volt, ami 47 darab. Mindig a 4 csillagból adok a legtöbbet, de nagyon sok 3 és feles is volt, ami 22 darab. 4 darab 3 csillagos, 3 darab 2,5 csillagos könyvem volt, 0 darab 2 csillagos, 2 darab másfeles, 1 darab 1 csillagos, az a Ready Player 2, tutira, és nem volt olyan, amit nem értékeltem, vagy fél csillagot kapott volna. És akkor így a fél csillagokkal együtt már 4 fölött van picivel az átlagom. De egyébként ez teljesen mindig így ment, tehát tényleg 4 körül szoktam adni. Átlagosan. Röviden, tömören ez lett volna a statisztikám 2021-re nézve. Remélem tetszett megint ez a kis statisztikai áttekintés, mert tavaly szerettétek. Úgyhogy gondoltam, megcsinálom idén is. Ha már megvan a kis táblázat, ami igazából csak fel kell olvastam belőle a dolgokat. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.